A hétvége és a mai nap legfontosabb eseményeivel itt a Híradó. Köszöntöm Önöket! Minden évben kétszer tavasszal és ősszel szervez szakmai napot a Pápai Városi Óvodák Intézménye és a Pápa Város és Vonzáskörzete Óvoda Pedagógusainak Egyesülete. Az őszi programjuk szombaton zajlott a színházépületben. Délelőtt neves szakemberek tartottak előadást, délután pedig 4 szekcióban beszélgettek és cseréltek tapasztalatot a pedagógusok. A program résztvevői idén nem csak óvónők, hanem tanítók, pedagógiai asszisztensek és dajkák is voltak. A rendezvény fővédnökének Egyházi Andrea tankerületi igazgatót kérték fel. Csákvár Judit, a Városi Óvodák Intézmény vezetője, az Egyesület elnöke híradónknak arról beszélt, a mostani szakmai napra távolabbi településekről, sőt határon túlról is érkeztek érdeklődők. Köszönhető ez Pápa partnervárosi kapcsolatainak, valamint annak, hogy a rendezvényt népszerűsítette a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ és a Magyar Pedagógiai Társaság kisgyermeknevelési szakosztálya. Valahol a tudásbővítésünket a mai napig is fontosnak tartjuk, és meg is teszünk mindent érte, hogy megtehessük. És ezt a tudásbővítést én szeretem azért olyan neves szaktekintélyekkel, volt tanárainkkal, vagy éppen a most főiskolákra járó hallgatóink ajánlása alapján a tanárainkkal megtenni, illetve még mindig azért bennünk van az, hogy járjuk az országot, hogyha egy jó előadásra szeretnénk elmenni, és az ott fellelt előadásokat is nagyon szívesen hozzuk le ide Pápára. De fontos a tudás átadás mellett a kommunikáció és a tapasztalatcsere is. A nap alaptémája a család és az intézmények együttműködése volt. A szakmai nap dr. Varga László dékán előadásával indult, aki a humor elengedhetetlen pedagógiai szerepéről beszélt a résztvevőknek. A nevetés, a mosoly az agyra az egyik legjobb hatással lévő tényező, leképezze az agy teljes területét, pedig egy viszonylag kis mozdulat az arcon, de jótékony hatással van a méregtelenítésünkre, az emésztésünkre, hangulatjavító, vérnyomás csökkentő, ingyen van és aranyatér. És be kell emelnünk a pedagógiai eszköztárba. Ezt azért mondom, mert nagyon sok pedagógus így nyilatkozik, hogy humornak az én osztálytermemben nincs helye, mert nálunk komoly munka folyik. Ez nagyon problémás, mert a humoros ember és a kreatív ember mutatja a legerősebb korrelációt. Tehát aki azt mondja, hogy nincs helye a humornak az osztályteremben, az távol tartja magát a kreativitástól, ami azt gondolom egy nagyon fontos dolog. A rendezvényen a fenntartó önkormányzat részéről Unger Tamás alpolgármester mondott köszöntőt, majd Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyitotta meg a programot. A szakmai napon délelőtt előadások hangzottak el, délután pedig 4 szekcióban cseréltek eszmét az óvoda pedagógusok és a többi résztvevő. A programot szervező egyesület október 21-én ünnepli megalakulásának 15 éves évfordulóját. Ennek az időszaknak a munkáját köszönték meg Csákvári Juditnak, aki beszélt arról is, az egyesület hamarosan megszűnik, eddigi feladatait az oktatási központ végzi majd el. A digitális szemlélet a köznevelésben elnevezésű EFOP pályázatnak a Pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola is részese, közösen 2 veszprémi katolikus intézménnyel. A program célja, hogy a digitális pedagógiai szemlélet jelen legyen a természettudományos tárgyak oktatása során is. A projekt részeként szakmai napot tartottak a katolikus iskolában, ahol a diákok 2 előadást hallhattak. A 3 éves projekt részeként az iskola eszközöket is kap, melyek segítik a digitális szemlélet kialakítását. Ennek a pályázatnak a keretében eszközöket fogunk kapni, interaktív táblát, tableteket, illetve Lego robotkészletet, illetve pedagógusaink továbbképzéseken vesznek részt, és ők majd a tananyagfejlesztést is fogják végezni, és ennek a pályázatnak a keretében szakmai napokat is kell tartanunk. Ez volt az első szakmai nap. Az alapozó előadást Steiner Csaba, az iskola rendszergazdája tartotta, aki a gyerekeket hasznos tanácsokkal látta el, hogy miként használják okostelefonjaikat. Mindenképpen célszerű az okos eszközeinkre is vírusvédelmet telepíteni, mindenképpen célszerű elgondolkodni, milyen hálózaton használjuk őket, tehát nem biztos, hogy egy teljesen szabad wifi az a legjobb megoldás erre. Mindenképpen célszerű elgondolkodni azon, hogy egyáltalán milyen adatokat akarunk az okos készülékeinken tárolni, és hol osztjuk meg, hol és hogyan osztjuk meg ezeket az adatokat. A másik előadás már konkrétan egy természettudományos tárgyhoz, a fizikához kapcsolódott. Somosi István, a református gimnázium tanára tartotta ezt. Megpróbálok egy kis kedvet csinálni a gyerekeknek a fizikához. Egyrészt a mai modern eszközökkel, a mobiltelefon segítségével, másrészt a
kísérletek erejével, mert hogy erre órán egyre kevesebb idő van a tananyag növekedése, illetve az óraszám csökkenése miatt egyre kevésbé lehet azt művelni, amiről igazából a fizika szólna, és ezt most egy picit kettcsinálóként megpróbáljuk pótolni. A szakmai napon a 7. és 8. diákok vettek részt, akik az előadások után játékos tudáspróbán adtak számot ismereteikről. Kapolcsi Kovács Csaba alkotásaiból nyílt kiállítás a Jókai Morvárosi Könyvtárban. Az Ajkai Alkotóműhely alapító tagja egyéni stílusú, sajátos színvilágú grafikáival mutatkozik be most Pápán. A nagy grafikákból, könyvillusztrációkból, exlibriszekből, sokszorosított kis grafikákból összeállított tárlatot Padné Szabó Mária nyitotta meg. Kapolcsi Kovács Csaba édesanyja nyomdában dolgozott. Az ottani hulladékpapírokra rajzolta a kisfiú kedvenc állatait, mesefiguráit. A ceruzát aztán soha nem tette le. Sajátos képi világot teremtett, több kötetet is illusztrált már. Én nagyon régóta mesékkel foglalkozok, mindent ilyen szemüvegen keresztül látok, ami mesékkel kapcsolatos. Igazából ezek a képek az én életemnek az illusztrációi. Konkrét mesék ürügyén építem, folytatom tovább a meséket, tovább gondolom. Végülis ezek a képek, ezek ilyen gondolatok alapján mese illusztrációk, de saját életemnek az illusztrációi. A művész arcpoetikája arra a tényre épül, hogy a világban semmi sem lehet csak jó vagy csak rossz, hangzott el a megnyitó beszédben. A cél az, hogy a rossz jobb legyen. Erre visszatérő motívumok utalnak az alkotásokon, mint például az életfa. Az összes grafikája sokkal több, mint egyszerű illusztráció. Nagy grafikái nem csupán képekben megfogalmazott történetek, hanem egy világkép. Embermesék, felnőtt mesék. Csaba világszemléletének mozaikjai. Ez a világkép több ezer darabból áll össze úgy, hogy minden fázisában egységes egésznek tűnik, mégis mindig fejleszthető, kiegészíthető. A nagy grafikák a falakon láthatók, a sokszorosított grafikák, exlibriszek pedig a tárlókban. Kapolcsi Kovács Csaba kiállítása november 10-éig tekinthető meg a könyvtárban. A megszokottnál kicsit később, október 2. hétvégéjén szervezte hagyományos szüreti napját a mezőgazdasági iskola. A diákok és osztályok humoros feladatokban mérték össze erejüket, bátorságukat, ügyességüket. Voltak, akik főztek, mások szalmabálákat díszítettek, vagy az aulát dekorálták. A verseny nyertes osztályát most lovagrendi taggá avatják. 17. alkalommal rendezte meg szüreti napját a mezőgazdasági iskola. A szombati tanítás nélküli iskolanapon a diákok főleg ügyességi feladatokban próbálhatták meg magukat, de voltak előzetes feladatok is, mint például az aula dekorálása, rajzok készítése őszi szüreti témákban. Szőlőbe sok a seregély, aztán akkor gumicsizmával haigálják őket, hogy a szőlőtermés megmaradjon. Aztán fogják a puttonyt és a hegyre föl, meg a hegyre le. Aztán, mikor részeg az urunk, azt meg talicskával hazafuvarozzuk. Az osztályok közötti versenyekben mindenki igyekezett a legjobbat nyújtani. A csapatok összekovácsolódása mellett a nap a kikapcsolódásról, az önfeledt szórakozásról is szólt. Ezt a jól megválasztott feladatok segítették. Bemelegítő feladataink is voltak, nagyon komoly kötélhúzó verseny alakul ki minden évben ilyenkor. Általában a 12-es fiúk a legerősebbek, ők járték meg ma is, de volt ez a szőlőtaposás imitációja, ez a bizonyos lufi taposás. Az iskola udvarán feldíszített szalmabálák is álltak. A bála öltöztetés, a bála építés, ami úgy szintén most már újabb hagyománya iskolánknak, traktortól elkezdve mindenfajta gyönyörű kis rajzfilm figurákig, minden lát, még csigánk is van. A diákok többek között almát reszeltek, főztek, gumicsizmát hajítottak, hordot gurítottak, de voltak szellemi feladatok is. Ezek eredményeinek összessége dönti majd el, melyik osztály a legjobb. Őket muslovagrendi taggá avatják majd. A KRESZ szabályainak módosításairól tájékoztatták az érdeklődőket pénteken este egy előadás keretében. A változások nem újak, de a közlekedés apróbb részleteit érintik, így sokan nem ismerik őket. Az előadás Sándor Mihály műszaki tanár civil kezdeményezésére jött létre, a programnak az ipartestület adott otthont.
Sándor Mihály műszaki tanár egy személyes tapasztalat alapján szervezte meg a Kressz változásairól szóló előadását. Én, aki ebben a szakmában dolgoztam sok éven keresztül előző életemben, én is tehát mindent elolvasok, megnézek, ami a közlekedéssel kapcsolatos, és én magam is belefutottam olyan balhéba, amikor nem vettem észre a jogszabályváltozást, és megbüntetés nélkül megúsztam, de megegyeztem ott a intézkedőkkel, hogy én tévedtem, és mondom, ha én, aki érdeklődöm ebben az ügyben, én sem tudom, hát akkor aki nem érdeklődik, akkor az mennyire nem tudja, és ezért döntöttem úgy, hogy sok kis pici apró nüansz van, ami változott, és ezeket én most csokorba szedtem, rendőrségtől kértem egy kis segédanyagot, és erre építettem fel ezt az előadási anyagot. A szervező, lévén tagja az ipartestületnek, elsőként a szervezetet kereste fel ötletével, az ipartestület pedig támogatta a kezdeményezést és helyet adott az előadásnak. A programra azonban nem csak az iparosokat várták, hanem minden érdeklődőt. A jogszabályváltozásnak a célzottja elsősorban a kerékpáros és a gyalogos, és ugye pontosan ők az, akik nem képződnek erre a munkára, és ők mivel nem is érdeklődnek itána, meg nem is képezi őket tovább senki, ezért ők rengeteg jogszabályt megszegnek, de a tudatlanság miatt is van ez. És a tájékoztatásról jelzőtáblák között vannak olyan jelzőtáblák, amelyek most kerültek csak előtérbe, információt szolgáltattak a közlekedőknek, azokban van jó pár változás, igazi érdemi közlekedési mély változás az a sebességkorlátozás környékén az a pillanat, amikor a 3,5 tonnás súlyt meg nem haladó tehergépkocsik éppen olyan sebességgel közlekedhetnek, mint a személygépkocsik. Ez a régi időköz képest kimondható változás. Sándor Mihály főként a gyalogosokat és a kerékpárosokat, segédmotorkerékpárosokat, illetve motoros rokkantjárműveket érintő szabályokról, közlekedési táblákról beszélt, de szólt az egyirányú utcákról, az egyenrangú útkereszteződésekről és a körforgalmakról is. Az előadáson ismertetett apróbb változások már 8 éve életbe léptek, ám a tapasztalatok szerint kevés figyelem esett rájuk. Felhő lesz, de eső nem. Az időjárási részletekkel néhány másodperc múlva jövünk vissza. Kedden az ország nyugati felén növekedhet meg a fátyol felhőzet, vastagabb felhőréteg a Dunántúl nyugati részén takarhatja majd a napot, amelyből csapadék nem várható. A délkeleti szél a Dunántúl északi felén és középső tájain lehet élénk. A hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Kedves nézőink, ez volt a Híradó hétfőn, nézzenek bennünket továbbra is, viszontlátásra!